Igaz, hogy csak egy rövid jégpróba erejéig, de péntek délután végre birtokba vehették az Alba Arénát a Hidrofehérvár AV19 játékosai. A csapat egy mini mérkőzés keretében próbálhatta ki a csarnok egészen friss jegét. Szélig Viktor a Hidrofehérvár AV19 általános igazgatója. A csapat a Város és a Magyar Jégkorong Társadalom szempontjából is örömét fejezte ki, hogy gyakorlatban is kipróbálhatták a létesítményt. Véleménye szerint az egyik legfontosabb dolog az lesz, hogy megteremtsék az Alba Arénában a Raktár utcai hangulatot. A város ilyen szempontból is nagyon nyitott, tehát a szurkolókat is próbálták bevonni már abba is, hogy hol alakítsák ki mondjuk a hazai szurkolói szektort, vagy mennyire lehessen mondjuk az ülőhelyeket, ugye itt ülőhelyek vannak elsősorban mindenhol, esetleg álló részekre is átalakítani, hogy a törzsszurkolók állva szeretik inkább nézni a jégkorong mérkőzéseket. Szélig Viktor reméli, hogy ahogyan a csapat, úgy majd a szurkolók is teljesen be fogják lakni az új létesítményt a következő szezonban. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere a város szempontjából is történelminek nevezte a pillanatot, amikor a Hidrofehérvár AV19 játékosai először a jégre léptek az Alba Arénában. Az első jég már a pályán van, és úgy gondoltuk, hogy úgy az igazi, hogyha ezt a játékosok kipróbálhatják. Ő itt volt az első csapat, azt hiszem, és legalábbis remélem, hogy nekik is nagy élmény volt, és nagy élmény volt azoknak a szurkolóknak, akik kijöhettek. Nem titok, hogy sok-sok száz, vagy inkább több ezren is jöttek volna megnézni a csarnokot és a csapatot, vagy a csapat és a csarnok és a pálya találkozását, de lesz erre a következő években és évtizedekben lehetőség. Cserpalkovics András hozzátette, hogy az Alba Arénával kapcsolatos beruházás, mely a Modern Városok program keretében valósul meg, hamarosan befejeződik, a létesítményt pedig a tervek szerint jövő tavasszal hivatalosan is átadhatják.